Akkor szesz. Az itt ülők közül én bevállalom, ez én családomban több nagyivó is van. Nagyfaterem az úgy halt meg, hogy hát szőlőket nevelt, amiből bort csinált, és emellett ugye fölmászott a körtefára, amivel pálinkát csinált, és leesett a körtefáról a szőlőre, hogy a karó fiát. Tehát hogy az egész élete tulajdonképpen, az egész 70-valahány évesen, igen. Aha. Na, és hogy... Szóval mondjuk az egyszerű melóstól kezdve egészen az elitig, tehát hogyha gondolunk olyanra, hogy mit tudom én, Máté Péter vagy Cserhát és Zsuzsa, akkor úgy gondolhatjuk, hogy vannak emberek, akik isznak. Politikusokat nem mondjuk? Politikusokat vannak, akikről gondoljuk, hogy... Ha én egyszer kinyitom a számot, De nem fog. Jó. Azt mondja, hogy... Szóval az elitig bezárólag nagyon-nagyon sokan isznak, és még az is ott van ebben ugye, hogy... a vicces történetek úgy indulnak, hogy hát akkor már nem voltunk szomjasak. Ez a közgondolkodás szerves része. Tibi atyára ki se térek, tehát hogy ez egy evidencia Magyarországon. De a Tibi atya legalább egy tök jó ötlet volt, és azt gondolom, a fiam is rendes Tibi atya látogató, amikor bejönnek a haverokkal ide a városba, egy egyetem után átjönnek. Hát... De ugye minden arra eredeztethető vissza, hogy az emberek alapvetően úgy állnak a piához, hogy ez egy természetes és jó dolog, egy normális dolog, hogy mindenki, mit tudom én, hetente, két hetente vagy havonta berúg. Egyrészt, hogy ez normális-e, ez egy kérdés, a másik kérdés meg az, hogy kell-e ezen változtatni, mert akkor 10 millió embernek van egy szokása, vagy legalábbis a hozzáállása a többségének valamilyen, akkor nem szóval meg lehet változtatni, hogy ne igyanak. Igen, kell ezen változtatni. 30 ezeren halnak meg Magyarországon valamilyen alkohol okozta betegségben, és az a jövedéki adó, amit befizetünk a legális alkoholfogyasztás kapcsán, annak a háromszorosát költjük ma az alkoholbetegek gyógykezelésére és szociális ellátására. Ez nem egy túl jó eredmény. Nem beszélve arról, hogy alkoholfogyasztás szempontjából ugye európai vonalában vagyunk. Ha tessenek osztani, szorozni, ugye 14 liter 96%-os alkoholt fogyasztunk évente. Ez ugye azért 96%, mert azzal lehet összehasonlítani, ezt most le lehet osztani 4-es feles 5-ös söröcskére, 11-el, látom, dolgoznak, hol tartunk, ugye itt van november 13-a, még van, még olyan mennyi, 50 nap van, még 50 nap. Majd még a szilveszter. Hol tartok most, mennyit kell 50 nap alatt fogyasztanom még, hogy ugye a magyar átlagot tudjam produkálni. Ami több, mint az orosz. Igen, hogy ne, de a franciával megegyező, viszont a franciáknak a halálozása 75%-kal jobb, mint a miénk. Na más tesznek hozzá. Minőségi alkoholt fogyasztanak. Most ugye A4-es magyar alkoholista, megvan, hogy ők hogy néz ki. Azt mondják csávónak, hogy csávó, figyelj, van 100 pénzed, ezen a 100 pénzen vehetsz 1 deciliter alkoholt, ami gyümölcsből van, vagy 2,5 deciliter alkoholt, ami denaturált szenz, denaturálásából, és némi aroma hozzákeveréséből készült. Melyiket fogja választani? Hát 90%-ban második variáció természetesen. 800 000 magyar alkoholista, 2,5 millió nagyivó. És amit mondott az, hogy a mi családunkban, és ezt szerintem akár bármelyikünk el tudná mondani, számszakilag minden családban kell, hogy legyen egy olyan, aki tudják, amikor a nagymama mutatja a fotóalbumot, akkor nem beszélünk őival. És ez nálunk is meg volt. Természetesen. Miért is? Mi beszélünk róla, mondjuk. Ezzel szocializálódtunk. Alapvetően, és ami szerintem ebben az egész történetben nagyon-nagyon fontos, az alkoholnál jobb feszültségoldószer nem létezik. Hívat a főnök, 5 perc volt, legyél fönn nála. Bassza meg! Mi a faszt akar már megint tőlem, ez a marha? Nem? Tökéletesen megoldja. Vagy a kamaszkori alkoholfogyasztás, nem? Amikor ott voltunk 15 évesen, és valami jól néz ki az a csaj, de hát akkor még olyanok voltunk, mint egy vízisikló, nem ilyen kis esetlen setesült a pattanásos kölyök. Mit mondjak neki, hogy te menjek oda hozzá? Két feles betoltuk, hogy hello, nem is olyan köcsög vagy, kaptuk a pozitív visszajelzést, és megoldást jelentett a történetbe. Hihetetlen jó. És ugye pontosan ez a kamaszkori alkoholfogyasztás gyönyörű szépen beránthatja az embert magába az alkoholizmusba, mert megoldja a problémát. És van valamilyen feszültségem a baráttal, barátnővel, iskolával, stb. Kicsi, két feles is. Nem arról van szó, hogy bebaszunk, mint a disznó, és térkönyvkényzetben okádunk. Szó nincs róla, feszültséget volt, tök laza, tök jó. És ugye itt van az, amikor elveszik a keret meg a kontroll, ami az elején megvan, és ugye ahogy fogyasztja az ember, ez sublimál. Mint a felhővé válik, és az eltűnik. Ugye megiszom egyet, lesz tőle bajom? Nem. Kettő. Semmi. Három. Jó, most meg kicsit rögcsélősebb vagyok. Negyedik. Ötödik. Ezt a kicsit már ne hagyjam itt. És utána még nem kerül földre az ember, és utána még iszik négyet, és utána másnap elgondolkodik,
Három pohárat ittam. Aha, erre emlékszem szívem. A maradék hat az már akkor volt, amikor, és akkor csináltad a műsort, stb. És ebben mi nap, mint nap belefutunk ilyen gyerekekbe. Amikor azt mondja, ugye jön apuka, ugye beletettek valamit a gyerek itt a lába. És a gyerek azt mondja, hogy én csak két pohárral ittam. És akkor megrázzuk a 3000-lékes véralkohol szintjét. Hát igen. Amire emlékszel szívem, vagy másfél literes volt a pohár, ugyanint betoltál, és akkor, mert ugye old mindent, és tök jól old, megoldja a problémákat, és ez szerintem egy tök egyszerű. Hát, probléma, iszunk, nem érdekel, szomorúak vagyunk, iszunk, vidámak vagyunk, iszunk, hihetetlen jó. De a Tinit értem, a Melóst azt értem, még azt is értem, aki ilyen középvezető irodába ül, izé. Most aki milliárdos, az miért iszik? Kell van feszültséggel. De mitől fel? Mitől? Az üzlet. Nézi, görbe, hogy alakul. Tök érdekes példa, hogy például akár a kábítószer és az alkohol mondjuk a mai magyar 30 év körül értelmiségek életében hogyan zuhan be. Most elképzelnek mondjuk egy 30 éves csávót, vagy egy leányzót, aki egy multicégnél dolgozik, és mondjuk már elért valamit, már nem ő a legalja, ott úgy középen van, jól keres. Sokat kell, okos a csávó, szóval nem arról az, hogy aki három nyelven beszél, intelligens, elismerik őt, kezdik elismerni őt a szakmájában. Hétfő reggel 8:30-kor bemegy a munkahelyére. Előtt elmegy edzőterembe, mert mégiscsak, utána 8:30-kor fölveszi a plantot, délelőtt megbeszélés, 20 perc ebéd, délután két megbeszélés, 4-kor van ideje arra, hogy valamivel leüljön dolgozni. 5-kor föláll? Nem, hát nyilván. Szartál föl, ott van 9-10-ig, hazaviszi a munkát. Kedden ugyanez. Talán kedden délután van még egy tárgyalás ugye a izékkel, a Berlinből megérkezett vezetőkkel, szerdán is, csütörtökön is, pénteken már nem marad bent este 9-ig, pénteken 6-kor kilép, öltő, nyakkendő, kis kosztüm, magas sarkú cipő. És van 2,5 napja arra, hogy a fejében fölhalmozódott gőzt kiengedje, és becsapódik a Kertész utcába, és 2,5 napja van arra, hogy piáljon, szívjon és keféljen. És ő ezt ki is használja, sok pénze van, ugye nem költött hétközben semmit, kaját hoznak neki, telefon a CG, autó, benzin, edzőterem, fitnessbérlet, ezek nem olyan durva dolgok, és a 2,5 napból másfél napot ezzel foglalatoskodik, és utána szombat vagy vasárnap reggel a rudas, ugye gőzfürdő, méregtelenítünk, a lányok ilyen mindenféle színes pakolást tesznek az orcájukra, ugye, mert hétfőn reggel 8:30-kor hol kell lenni? Hát a cégnél. Mert a lelkem a vállalati illeti meg, 1 milliós fizetésért 10-12 órát ott el kell dolgozgatni, és egy pici rövid ideje van hétvégén, amikor így kitör belőle minden. És akkor be fog rugni, szétszívja magát, és ugye hát akit tud, aktuálisan vagy akivel tud. És alapvetően ő nem lesz alkoholista, meg ő nem lesz drogfüggő. Ő pontosan ez a hétvégi feszültségoldó használó. Na de akkor az orosz, a román, a szer, meg a nem tudom ki, az miért nem iszik annyit, mint mi? Biztos, hogy ők nem isznak annyit, csak nem annyira jó a statisztika. Meg nem beszéljük, meg arról alapvetően nem szabad elfeledkezni, hogy ez egy városi jellegű piálás volt, amit én mondtam. Igen. Vidéken miről szól? Hát a hidegbe ki kell menni. Reggel fölkelünk, kocsma, stb. Tökéletesen ugyanígy zajlik. És azt gondolom, ha elmegy az ember, hát gondolom jártak már Erdélybe, ugye reggel ugye megjelenik a vendég, mi a kötelező, ha nem iszik a reggel az ember pálinkát, hát kész, felszúrják a vasvilára. Jó kis disznóvágáson is. Így van. Én azt gondolom, hogy ők is pontosan ugyanígy fogyasztanak, csak esetenként ott a statisztikák, vagy esetleg a zugfőzdék, azok sokkal intenzívebben vannak jelen. Mert ugye ez az, amit lehet követni, ami ugye Boltban, meg bóti, meg jövedéki adós, az, amit otthon, ott saját magának, arról nem nagyon vannak igazából adatok. Az, amit a krokodil nevű drog? Kicsikét? Ahhoz hasonlítanál, hogyha már egy ilyen... Hát az egy furcsa szerzet a krokodil. Ugye az egy olyan morfium származék, ami valamikor régen permonid néven gyógyszerként jelen volt a piacon. És nagyon intenzív fájdalomcsillapító, de aztán onnan ki is került, és ezt az oroszok kezdték el 2002-ben használni. Uh-huh. Ugye... Krakegyil, így van. Hát az önöknek ez már nem mond semmit, krakegyil, így van. És akkor Oroszországban ugye ugye a lakosság 1%-a intravénás drogfüggő. Uh-huh. 1.350-40 valahány ezer ember, baromi sok. És ugye nekik már arra sem nagyon van pénzük, hogy a viszonylag olcsón hozzáférhető afgán heroint megvegyék, marad a krokodil. Uh-huh. Kodein, 3 lépésben, nem a laborban, hanem ott a sikátor sarkában, kínai őszi barack, konzerves doboz, stb. És ebből lesz a krokodil, a dezomorfin, ami gyakorlatilag egy pH 2-es
kémhatású oldat, ez nagyjából olyan, mint a sósav. És ez betolja, eufória, fájdalomcsillapítás, szövetroncsolás. Magyarországon nincs krokodil. Ami viszont az elmúlt években gáz, két éve Amerikában megint fölütötte a fejét a heroin. Heroin az majdnem eltűnt Magyarországról a piacról. Alig-alig van. Becsléseink szerint 200-300 gyakorló heroinista lehet az országban, és olyan 700-an vannak kezelésben, mert ilyen metadon és egyéb szubstitúciós kezelésekben. És Amerikában megint divatba jött a heroin. Nagyon nem lenne jó, ha ez visszajönne. Uh-huh. Az tényleg egy gyilkos történet tudott lenni a maga idejében. És mondjuk dupla annyi volt a halálozás akkoriban, mint amennyi gyakorlatilag most már, mint a drog halálozás. Most olyan 30 körül van, uh-huh. És voltak olyan évek, amikor 60-an is meghaltak. És ha visszajönne a heroin, az sokkal rosszabb lenne, mint a jelenlegi állapot? Igen, mert úgy még tudom, ennél hogy is. Egyszer, ha viszonyított a régi szép időkhöz, igen, a heroin talán nem érdemes belevenni ebbe a történetbe, uh-huh. A heroin ez egy gyilkos történet volt, de nagyon sok a régi barnások közül átálltak dizájner szerekre. Ahol és nem lehet tudni, mi a hatás, mi lesz majd. Ahol meg abszolút kiszámíthatatlan az a por, az a tablett, az a bármi, amit uh-huh. megvesz, használ, felold és beszúrja magának. És a heroin az tényleg ennyire gyilkos, hogy ott még tudjuk is, hogy mi lesz a hatás, és hogy mivel lehet esetleg kúrálni, vagy nem tudom, hogy működik. Ott a túladagolás az, ami valójában ölhet a légzésdepresszió, a tudatállapot beszűkülés. Szóval, ami most itt élettani szempontból uh-huh. gondolom, hát ugye az első magyarországi ismert, vagyis Budapest környéki heroinos halál az olyan volt, hogy a csávó herkás volt, és volt egy barátnője, aki abszolút nem, köze nem volt a heroinhoz, és addig-addig győzte, hát szívem, próbáld ki. És ugyanazt az adagot tolta be a kis csajnak, mint amit magának. Hát kész, dilitelte rögtön abban a pillanatban. A csávónak így csak így áll. Ilyen a lánynak így leállt a légzése, és ez így a 90-es évek környékre tehető? 92-ben volt. Rég múlt. Én arra kíváncsi lennék, hogy volt-e valami olyan érdekes sztori, amikor az utcán felismertek, vagy boltban, vagy tehát amikor megszólalsz, akkor úgy azért így oda nézek. Volt pro és kontra. Hála Istennek a kontra kevesebb, de azért elmondom, mert nagyon, nagyon helyes történet volt, egy cipőboltban voltam, és nagyon szeretem a cipőket, és akkor válogattam a cipőket, és éppen ott bújtam, és valamit kértem az eladótól, hogy hozzon ez nekem egy kisebbet, egy nagyobbat, egy pirosabbat, kékebbet, és akkor ott egy házaspár szintén válogattak, nem akarom mondani, hogy milyen fajta házaspár, de szóval mindegy, és azt mondta, hogy ugye oda kapta a nő a fejét, és azt mondta, magát ismerem, mondom, igen, azt mondja is a nevét, kicsoda maga, hát halál kellemetlen, tehát mondom, Kautsky Armand vagyok, szóval, ja, azt utálom.